romániai Szatmár megyében több kis falucskában a támogatások és a helyhiány ellenére is próbálják meghonosítani, vagy éppen újra visszahozni a kézilabdát az iskolákban. A Ferencvárosi Tornaklub közreműködésével egy olyan projekt indult el a Magyarország és Romániai Szatmár között, amelyben a Fradi szakemberei elméleti és gyakorlati képzést tartanak a vidéki kézilabda edzőknek. A romániai oldalon azt kell mondjam, hogy embrionális állapotban van. Szatmáron van egyetlen egy klub, amelyet egy fiatal edző visz, és mindössze ennyi. Na pontosan ezért indítottuk el, és lett egy ilyen határon átnyúló projekt, hogy a túloldali tapasztalatokat és ismereteket is próbáljuk beépíteni, természetesen felturbózva ezt a Ferencváros több évtizedes szakmai tapasztalatával és edzői hátterével. Most éppen a romániai Mezőfény településen gyűltek össze. Nem titkolt célunk, hogy felfedezzünk olyan tehetségeket a térségben, akik egyszer majd talán a Ferencváros mezt magukra ölthetik, de a többiek, akik esetleg nem jutnak el idáig, és reméljük ők is nagy számmal lesznek, velük is megszerettessük a kézlabdát, és különböző állomásokon, különböző korosztályokban, vagy különböző bajnokságokban ők is a kézlabdát csinálhassák, ezt a sportot üszessük. 6-7-8 éves korban már, aki elkezdi, az nagy lépést tesz az felé, hogy felnőtt korban jó játékos legyen. Még 10-12 éves korban sem késő elkezdeni, úgy gondolom, ha megvannak az a megfelelő atlétikai képességek, meg az akarat. Őze Beáta, a Fradi női utánpótlás edzője éppen a Fradinál alkalmazott technikákat mutatja be az edzésen a külhoni oktatóknak. Ezekből egy CD-t is összeállítottak, hogy az edzők mindennapi munkájukban alkalmazhassák a módszereket. Simán kettőt lépsz közötte, és jössz magas térdeplésre. Gyerünk, próbáljuk meg! Csillag Levente átfutó, a Fradi mozgás koordinációs edzője pedig azt mutatta meg, milyen gyakorlatokkal lehet felkészíteni a gyerekeket arra, hogy majd a meccseken a legkimerültebb pillanatban is képesek legyenek koncentrálni. Sokszor szerepel a labda a gyakorlataimban, de sokszor úgy szerepel a labda, ahogyan ők egyébként nem használják a labdát. Sokszor szerepelnek olyan segédeszközök, amiknek nincs is köze a kézlabdázáshoz, viszont más és más agyterületeket próbálok fejleszteni, hogy egy oxigénhiányos állapotban is tudjanak gondolkodni, és mondjuk a meccsnek az utolsó 10 percében, amikor hullafáradt valaki, még mindig tudjon gondolkodni, még mindig tudjon kombinatív készsége lenni, és még mindig képes legyen úgy, tehát olyan mozgáskoordinációt elővenni, ami egy eredményes támadáshoz vezethet. Az együttműködés keretében a vidéki iskolák és klubok felszereléseket is kapnak, hogy megteremtsék a szükséges feltételeket és fellendítsék ezt a sportot. Ez az új projekt, ez még jobban segíthet, hogy a szivacs kézilabdát már egész előkészítő első osztályban is el tudjuk kezdeni a gyerekekkel. Mert addig legjobb esetben negyedik osztályban kezdtem el a gyerekekkel a kézilabdát, mert nem volt a szivacs kézilabda, nem volt ennyi lehetőségünk, mármint kapu sem volt hozzá, a labdák sem voltak, tehát nem voltak meg a feltételek. A közös konzultációkat szeretnék rendszeressé tenni. A következő találkozó várhatóan Nagykárolyban lesz. A képzési folyamat csúcsrendezvénye pedig egy többnapos magyarországi edzői továbbképző tábor lesz, szintén a Ferencvárosi Tornaklub szakembereivel.